kajakkenu maraton ugyan nem olimpiai sportág, mégis egy hihetetlen sport esemény és sport teljesítmény. Júliusban rendezték meg Franciaországban az Európa bajnokságot, ahol a magyar fiatalok egy érem esőt produkáltak. 9 arany, 6 ezüst és 8 bronzéremmel tértek haza, és itt van velünk Vörös Zsófia, aki ennek a csapatnak aktív tagja volt. Szerbusz, üdvözöllek nálunk. Szia. És először is gratulálunk az elért eredményekhez, nem csak neked, hanem az egész csapatnak. De hát ha tudod, ha te jól kivetted a részedet ebből az éremesőből, mert ugye 2 aranyéremet hoztál, és 1 bronzot, ha jól tudom. Ezüstöt, kérek. Igen, 1 ezüstöt. Hát igazából 3 aranyért küzdöttem ezen a hétvégén, ami igen megpróbáltató volt, hiszen egyik nap 40 fokba kellett versenyeznünk, majd a következő napban már 20 fok volt, és eső, mindez még társult egy kis szél is, de hát igazából ezt az ezüstöt is úgy élem meg, hogy ez egy csodálatos eredmény, hiszen Európában másodiknak lenni azért ez egy hatalmas teljesítmény, és ott egy kicsit elbénáztam az utolsó lépéseket. Erről még szót fogunk ejteni, mert hogy ennek itt van egy fontos része, de azt gondolom, hogy hogy a maratoni kajakkenúzás egy picit ilyen mostoha gyerek a normál kajakkenú mellett, kevesebb szó esik róla, pedig azért nekünk nagyon régóta vannak nagyon jó eredményeink. Nem csak a mostani Európa-bajnokságon, hanem előtte világbajnokságokon is remek érmeket hoztunk el. Picit mutassuk be ezt a sportágat, hogyha valaki nem ismeri, hogy mi a különbség a normál síkvízi olimpiai számú kajakkenu között? Hát igazából annyi a különbség, nagyjából egy kijelölt pályán megyünk, ahol van egy adott futószakasz, amit teljesíteni kell. Nálunk a lányok, a nők, illetve 26 kilométert mennek, a fiúk 30 kilométert teveznek le. Itt mind a két távon van egyes és páros is, és igazából mi csak 8 kilós hajóval versenyzünk, nem 12 kilós hajóval, és igazából talán. De ennek az a szerepe, mert hogy van egy futószakasz, amire én azt hittem, hogy ez egy ilyen ráfutás mondjuk egy sprint szakaszra, de nem, hanem itt effektíve kiszálltok a hajóból és futtok vele. Hát rászoktunk azért sprintelni, nem mondom, hogy nem. Itt kiszállunk, igen, megfújjuk a hajót, lapátot, és átfutunk a futószakasz végéig, beszállás, amilyen gyorsan csak tudsz, és gyerünk tovább. És itt le volt neked egy pici hiba, és azért nem jött össze a harmadik. Igen, nagyon csúszós volt esték sajnos, nagyon sokan estek el, én is közéjük tartoztam, de majd a világbajnokságon ez nem így fog történni. Ott szuper stégek lesznek, az garantálható. Mi kell ahhoz, hogy valaki a maratoni kajakkenut válassza, és ne azt, amit mi megszoktunk és látunk, ezeket a rövidebb távokat? Hát, itt is nagyon nagy küzdés megy, amit el kell mondanom, mint síkvizen, de igazából nem tudom, erre húzott a szívem. Itt egy kicsit lazább a tempó, nem is a tempó, hanem úgy az attitűd, vagy nem is tudom, nincsenek annyira befeszülve a versenyzők, és kicsit családiasabb a légkör, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez inkább így egy, mint egy jó buli, úgyis felfogható egy Európa bajnokság? Hát nem igazán buli, de igen, sokkal lazább a hangulat. És másképp kell, gondolom, hogy teljesen másképp versenyeztek és készültek is, most 26 kilométert kell levezni, igen, és nem egy 1000 méteres sprint van. Igen, sokkal több állóképességi munkát csinálunk, de nagyjából ugyanazok. És akkor a 26 kilométeren keresztül eszmű vagyok, a férfiak 30 kilométeren keresztül hihetetlen koncentráció van, vagy ilyenkor azt mondod, hogy az első 10-et levezed úgy, mintha csak egy vizitúrán lennél, és majd 11-től beindulunk hihetetlenül. Hát azért végig kell koncentrálni ezt a versenyt, szóval ez durván két óra plusz mínusz 5-10 perc, attól függ, hogy milyenek a viszonyok, de ezt végig kell koncentrálni, ott kell lenni a figyelmednek, mikor merre, ki hol megy, milyen vizet kapsz el, kiszállás. Ti hogy érzitek, hogy nektek az elvárások inkább ösztönöznek titeket, vagy inkább nyomnak le titeket? Mert hogy ugye hihetetlen elvárások vannak veletek szembe is. Hát többfajta versenyző típus van. Én szerintem az a fajta vagyok, akit igazából ösztönöz. Hiszen ez most bután hangzik, de hülye az, aki nem nyerni megy. Hát így van. Csak szórakozni, minek? Azt itt is lehet a Margit-sziget körül. Igen. És ha jól tudom, akkor viszont ez neked nagyon jó hatással lesz rád a jövő évben, mert hogy akkor viszont itthon rendezik meg, igen, nem is olyan messze innen tőlünk, a világbajnokságot majd. Igen, itt rendezik meg Csepelen. Az biztos, hogy hatalmas élmény lesz, mivel hazai közönség előtt versenyezni az egy plusz löket, plusz adrenalin mindenkinek, és én nagyon várom. Egyébként milyen pálya kell hozzá? Mert azt már megszoktuk, hogy mondjuk egy ilyen normál síkvízi kajakkenunál egy egyenes szakaszon versenyeznek a versenyzők. Itt nektek külön ki kell építeni akkor majd ehhez egy pályát? Szerintem nem kell külön kiépíteni itt pályát, mert igazából folyón is tudunk menni, legyen normális futószakasz, és ennyi nagyjából.
Na jó, de hogy mondjuk a futószakaszok rendben legyenek, tehát hogy ki kell jelölni, vagy hogy a stégek ne legyenek csúszósak, ezekre figyeltek? Abba lehet egy kis kacifán, de én szerintem meg fogják oldani. És mit tippelsz, hogy milyen esélyekkel vágtok neki, bár azért elég messze van a világbajnokság, de hogy ugyanezt az érem mennyiséget szeretnétek ugyanilyen színekben elhozni? Nagyjából, igen. Gondolom neked 3 arany lenne a cél, hogy... Igen. Hiszen most vezették be ezt az új rövidkörös versenyt, ami csak 3,6 kilométer, így egy plusz esély. Mennyire tölti ki a sport az életedet, a mindennapjaidat? Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy napi edzések vannak délelőtt, délután, vagy ez inkább itt egy hobbinak számít azért? Teljesen én azt mondanám, hiszen délelőtt, délután vannak edzéseim, van, hogy ugye szombaton is, és erre oda kell figyelni. És nagyon másképp edzetek? Tehát nálatok, hogy néz ki egy edzés akkor, hogy gyerünk föl Vácig, meg vissza, és... Hát nem teljesen, de azért hosszúkat evezünk, igen, többnyire. Bár akkor most nektek nem jó, hogy itt jön a rossz idő. Hát nagyon nem hiszem, most a világbajnokság, az október 3. hetében lesz ráadásul hát, Kínába. Szóval most azért egy kicsit hidegebb lesz, de megoldjuk valahogy. És arra már teljes mértékben fel vagytok készülve Kínára? Nem, most hétvégén lesz még Tokajba válogató. Fél lábon már kín vagyok a világbajnokságon, most még a másik lábamat is kirakjuk. Az mit jelent, hogy fél lábbal kín vagy? Ezt gondolom, az Európa bajnokság érmei már beleszámítanak? Nem számítanak bele, sajnos. Bár jó lenne. Májusban volt egy válogatóversenyünk, ami igazából válogatott az Európa bajnokságra. Az volt az első, és akkor most rendezik meg a másodikat. De párosban is versenyzel, neked akkor gondolom egy fix párod van, akikkel ilyenkor. Igen, egy fix párom, aki igazából az egyik legnagyobb alakja a maratoni kajakkenónak, ő Csaj Renáta, aki 19-szeres világbajnok és 20-szoros Európa bajnok. Ki talált meg kit? Ő engem. Bár hát felajánlottam magamat. Bók, igen. Ja, szóval most már együtt evezünk, ez a második évünk, és én úgy érzem, hogy most már teljesen jól összeszoktunk. Érzem, hogy mikor mozdul, merre kell menni, erősebbet húzni. Nagyon jól összeszokott páros lettünk. És ez egy barátság is, vagy ez inkább csak egy sportbarátság? Igen, ez egy barátság is. Én úgy érzem, mert nagyon sokat segít nekem, mind kajaktéren, mind az életben való. És mivel ütitek el az időt, ha nem kajakoztok? Mert gondolom, ott vagytok a legtöbbet együtt. Kávézunk. Oh. De igazából mi is ugyanúgy, mint másik emberek, jól érezzük magunkat. De akkor nem megy a pletyó a hajóba, amíg evesztek. De azért szokott egy kicsit benni. Főleg amikor találkozunk. Jó, hát akkor ezt kívánom nektek is, hogy nagyon szuper edzések legyenek még Kínáig. Remélem a másik lábadat is kiteszed, és két lábbal leszel már a világbajnokságon. És akkor jövőre viszont itthon találkozunk veletek. Itthon találkozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szia.